Az Ubernek, ami ugye a világ legnagyobb taxitársasága, nincsen egyetlen kocsija sem. A Facebook, ami a világ legnagyobb közösségi hálója, ahol a legtöbb tartalmat osztják meg, eredetileg nem volt semmilyen tartalomkészítő szolgáltatása vagy divíziója, most már van pár, de úgy, hogy a tartalomból él, igazából szinte semmilyen tartalmat nem készít. A Netflix a világ leggyorsabban terjedő tévéhálózata, ha belegondolunk, és semmilyen kábelt nem fektetett le amúgy. Az Airbnb a világ legnagyobb szállásadója, még sincs a birtokában semmilyen ház, épület vagy hotel. Ezek közül a cégek közül semmelyik nem létezett 20 évvel ezelőtt. Mindegyik szoftver alapú és fogyasztói hálózatra épül, nem pedig gyárakra vagy valamilyen nehezen többször összető hardware dologra. És bármilyen nagyra nőttek, mindegyik a személyre szabott élményre, az adatalapú gondolkozásra fókuszál, nem pedig arra, hogy tömegesen mindenki ugyanazt kapja meg. Az ipari forradalom óta nagyon komoly ellátási láncok alakultak ki, de ez a 21. században a feje tetejére fordul. Teljesen elmegyünk a birtoklásból abba az irányba, hogy mindent egy szolgáltatásként, ugye ezt hívják as a service, így szeretnénk igénybe venni. A statisztikák, amiket mondtam, azért nagyon nyakatekertek, és nem minden teljesen úgy van. A point le fogom lőni a videó végén, de most kezdjük el! Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és ez egy együttműködési videó a Gringóval. Arról szeretnék beszélni veletek, hogy mi is az a sharing economy, és ha nem is ismeritek a kifejezést, nem is feltétlen kell tudnatok, de nagyon érdekes az, amerre a világ halad szerintem, és szeretném az elektromos autózással, azzal, hogy kevesebb tárgyat birtokoljunk, kivenni ezekből a dolgokból a részemet, és találkoztam egy olyan lehetőséggel, amit már eddig is használtam és ismertem, amikor elkezdtünk dumálgatni róla, úgy gondoltam, hogy nektek is megmutatom ezt. Ugyanis nyilván tök sok mindent lehet használni, bérelni autót, szállodába menni, de amikor az egész ez közösségi alapú és a fenntartható fejlődés részét is bele lehet vinni, az durva, és egy elektromos autós flotta számomra pont ilyen. Most viszont mindjárt találkozom Mihaleszky Bálinttal, aki a Gringónak a vezetője és alapítója. Amúgy befektetési elemzőként kezdte, energiaszektor, telekommunikációs szektorban kezdte, és innen jött a szenvedélye a vállalkozásépítés, fenntartható jövő iránt, és amúgy majdnem harmadikként indította el Európában a carsharing szolgáltatást, a Gringót. Madrid beelőzött, most megkeresem Bálintot. Befektetési elemzőként, Bálint, elég közel voltál, ugye akár ilyen befektetések. Honnan jött maga az ötlet, hogy ebbe belevágjál? Hát ez egész egy elektromos autóból jött, és innen jött, hogy ezzel az autóval kéne valamit csinálni, és eszünkbe jutott, hogy ez carsharing, ez egy kétszemélyes autó, alapvetően a városban egy, max. Két ember ül egy kocsiban. Én az elektromos autóknak a szerelmese vagyok, nekem is az van. De hogy látod ezt az egész jelenséget, hova tart? Álljunk meg egy pillanatra, ugyanis szeretnénk veletek egyet játszani Bálinttal. Ez egy olyan játék lesz, ahol egy számot fogok mondani, és meg kell tippelni, hogy az mire vonatkozik. Bálintnak egy teljesen szabad asszociáció lesz, titeket segítelek egy 4 darab opcióval, írjátok meg. Itt lesz valahol fent, illetve kommentbe is, mert nyeremény van azoknak, akik kommentelnek egy Gringó kedvezményes bónuszperceket kaphatok, Gringó bónuszperceket, úgyhogy tényleg érdemes játszani. Bálint, az első szám az az, hogy 300. 300? Ez nem kell googleznom. Sem telefonos segítség, nem is felezünk. Nem hívom fel a családomat. Szeretném megjelölni azt, hogy ennyi Gringó autó lesz rövidesen, egy-két hónapon belül. És a válasz jó. Te hogy látod ezt az egész jelenséget, hova tart? Ez egy nagyon egyszerű és olcsó megoldás arra, hogy hogyan cseréljük le a benzines autókat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy elektromosat válasszunk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy fenntartható és egy élhető városhoz szükséges, hogy a carsharing, azt lehet csinálni mással is, de szerintünk elektromossal szabad. Mi a létjogosultsága ennek a szolgáltatásnak? Én világi életemben a belvárosban laktam, belvárosi gyerek vagyok, és már nagyon régóta probléma volt, hogy például parkolni nagyon nehéz egy városban. És erre viszont megoldást nyújt. A
carsharing. Ez az egész jelenség azért szimpatikus, mert pont problémákra ad valós megoldást. Sajnos ezek tények, és még van teljesen más sok ilyen faktor, ami miatt nehezen lesz élhető egy város, ahogy több száz éve felépítették. Hol látod ennek a jövőjét és a ti szerepeteteket benne? Hát, ha bejönnek az önvezető autók, akkor onnantól kezdve olyan árérték előny lesz az ilyen megosztott javaknál, az autóknál, hogy teljesen értelmetlen lesz saját autót fenntartani. Láttad azt a videót, amiben egy TED előadásban beszélt egy csáv arról, hogy milyen lehet a teljesen önvezető autóknak a világa, és a vérkeringéshez hasonlította az egészet, hogy úgy fognak menni össze-vissza az autók, mint hogyha egy vérkeringés lenne? Ez így lesz egyébként. Sokkal kevesebb autóból meg lehet majd oldani az utazásokat, és sokkal kevesebb pénzből is. Egyrészt jelenleg még egy kicsit luxus termékek az áruk miatt, és ezért is azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mi elektromos autókkal csináljuk ezt az egész szolgáltatást, mert így a luxus elérhetővé vált mindenki számára, és azt gondolom, hogy a jövőben is az elektromos autók tovább terjedni fognak, minden automárka 2020 környékén bővíti az elektromos palettáját, elérhető áru elektromos autók lesznek. És ezt meg lehet érteni, hogy az elektromos autóké a jövő. Következő kérdés, 633.654. Jaj, hát amit én tippelnék erre, az mondjuk talán ennyi carsharing autó van Európában. A tipp az jó, de nem a helyes válasz, nem ezt kerestük, hanem azt jelenti, hogy összesen ennyi autó van hivatalos adatok szerint beregisztrálva Budapesten. Wow. Hol illeszkedik be az embereknek az életébe, a társadalomba a carsharing? Az alapvetően a mobilitási palettán egy eddig hiányzó dolgot tett oda. Van ugye a tömegközlekedés, amivel olcsón tudunk eljutni, de viszonylag kényelmetlenül és olyan kockázatokkal, ami nem biztos jó, az egyik példám szabad lenni. Ha állásinterjúra megyek, nem biztos, hogy szeretnék a metróra meg a buszra felszállni, mert lehet, hogy véletlenül leöntenek kávéval. Bánint, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Ha nem gond, akkor most itt kiteszlek, mert mennem kell tovább, de itt szerintem van gringó a környéken. Szuper, köszönöm szépen. Csáó, szia. Szia. No, hát szerintem nagyon érdekes ez az egész dolog. Látok, így talán jobb a téma, ugye? Most én meg keresek egy gringot, mert ugye vissza kell jutnom az irodába, és hát így találtuk ki, milyen poén, hogy akkor legalább én is átélem ezt az egész élményt, úgyhogy várjatok egy pillanatra. 4102. Hát az a tippem, hogy ennyi zöldrendszámos autó van, de hogy Budapest vagy Magyarország, azt nem tudom. Információm szerint Magyarországon és egy évvel ezelőttig ez a statisztika volt, ez az a szám. Ez is teljesen napra kész vagy a szakmában, és szerintem ez egy tök fontos dolog amúgy, hogy abban az iparágban, így egy random bemondott dolgokban is így tudod lökni a válaszokat. Jó, azért a gringos kérdések nekem könnyűek. Jó, igen, forborítjuk. No, hát meg is van a kocsi, úgyhogy elindulok. Emlékeztek, hogy az elején mondtam ezeket a fun fact-eket? Az igazsághoz az tartozik hozzá, hogy azért már az Uber is épít egy flottát, az Airbnb vásárol dolgokat, a Facebook igenis foglalkozik tartalomgyártással, de nem is ez a lényeg, ez csak egy érdekes ilyen, tudjátok, gondolat, hogy perspektívába helyezzük, mert nem annyi szállodája van például az Airbnb-nek, mint amennyi mondjuk a bármelyik nagy nemzetközi szállodaláncnak. Úgyhogy ez volt egy gondolat, remélem a Bálinttal való beszélgetést is élveztétek, és hogy kitöltöttétek azokat a teszteket, illetve válaszoltatokra, és kommenteljetek, mert ugyanis ezek a bónuszpontok elég jók a gringótól, én csak javasolni tudom, hogy induljatok rajta. És ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen nyomjál a feliratkozás gombra, és a csengőt is, hogy ne maradjál le a jövő heti tartalmakra, akkor vállalkozós témákról fogunk beszélgetni, valamint menj át Instagramra is, kövess be ott is, ha még ezt nem tetted volna meg, és hogyha ezt látod, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, jövő héten találkozunk. Sziasztok!